ismerjük minnyáján Churchillnek azt a mondását, hogy azt a statisztikát sem hiszi el, amit ő maga készít. Én kénytelen vagyok elhinni, részben azért, mert nem én egyedül készítettem a statisztikát, és ezúton köszönöm a kollégáimnak a segítséget, hogy ezt a tényleg több tízezres adat halmot görgettük együtt. Másrészt pedig, hát sajnos azért kell elhinni, mert nagyon is egybecsengenek más kutatási eredményekkel a mi adataink, úgyhogy nézzük is. Hát én néhány fontos adatot mondanék mindenek előtt a pénztárversenyhez. 2013 óta 24.952 diák vett részt a versenyben, és a 2018-as versenyben pedig 4.396 diák regisztrált. Mi a második online forduló országos átlag eredményeit vizsgáltuk, mert hogy ezek ugye országos eredmények, és ennek a résztvevői, ennek a fordulónak a résztvevői 899 csapat és 3.596 diák volt. 14-22 éves középiskolai diákok, és fontos mondani, hogy nem véletlenszerű, tehát torzítja az adatokat az, hogy nem véletlenszerű mintából dolgoztunk, hanem a jelentkező, tehát a kifejezetten ugye a versenyre jelentkező diákok eredményét mértük. Hát ha megnézzük 2013-tól 2018-ig, természetesen nem lehet hasonlítani az adatokat, de azért érdekesek ezek a százalékos adatok. A 2013 és 2015-ös eredményhez hozzá kell tennem, hogy mi tulajdonképpen 2014-ben döntöttük el azt, hogy itt nem szakmai, kifejezetten szűken szakmai versenyt fogunk rendezni, hanem műveltségi versenyt, amiben egyenlően indulhatnak szakközépiskolák, gimnáziumok tanulói. Ekkor jelentős feladatfejlesztést végeztünk. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyot változtak az adatok 2013 és 2015 között, de mindenképpen az is, hogy a gyerekek elkezdtek tudatosan készülni a versenyre. Viszont, hogyha megnézzük 2015 és 2018 közötti adatokat, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag jelentős változás nincs. Ha az 57%-os adatokat nézzük, akkor még azt is mondhatjuk, hogy talán ez nem is olyan rossz. Na de ha meggondoljuk, hogy közép olyan szakgimnáziumokból jelentkeztek diákok a versenyre, akik kötelezően tanulják a közgazdasági ismereteket, vagy a gimnáziumok tanulói, akik nagyon tudatosan készültek erre, én azt gondolom, hogy akkor ez bizony nem jó eredmény. És ráadásul ez az eredmény nem változik, nem nő, nem picit talán még csökkent is ebben az évben, bár nem jelentősen, nagyjából ugyanaz, stagnál. Hogy mi lehet ennek az oka? Hát számos okot nevezhetünk meg. Egy biztos, hogy a világ pénzügyi műveltségkutatási adatai ugye 2000 óta jelentős számú, 2010 óta meg aztán tényleg nagyon növekvő számú kutatási adat van, akár a Világbankra gondolunk, akár a Findit Survey adataira, ezek 2017-18-as friss adatok, nagyon nagy hiányosságokat mutattak ki pénzügyi műveltség tekintetében a világ szinte valamennyi országában. Egy 33%-os eredmény az egyik ilyen pénzügyi műveltség eredmény, ami nagyon megdöbbentő adat. Tehát ha meggondoljuk azt, hogy ez tulajdonképpen egy globális probléma, akkor nem kell csodálkoznunk végsősoron Magyarországon is ez a helyzet. De ha megnézzük a további adatokat, akkor azt látjuk, hogy azért bizony nagyon sok tekintetben Magyarország még jobban lemarad. Én tavaly konferencián bemutattam egy OECD INFE kutatás eredményét, ahol 30 ország között az utolsó magatartás tekintetében Magyarország is nagyon elgondolkodtató számokat láthatunk ezek között az adatok között. A másik pedig, és ez szintén egy figyelemre méltó szempont, hogy 2013 óta magyarországi kutatások egybenhangzóan megállapították azt, akár középiskolások, akár felsőoktatásban tanuló diákokat kérdeztek,
hogy a pénzügyi ismereteiket elsősorban a családból, a szülőktől szerzik. Hát ha a szülők pénzügyi ismereteivel baj van, akkor utána biztos, hogy baj lesz a gyerekek pénzügyi ismereteivel is. És ha nincs közoktatás, ahol ezeket a problémákat korrigálni lehet, akkor bizony, akár a pénzhez való viszony, akár a pénzügyi műveltség, minden kérdése rögzülhet, és utána a közoktatás már nagyon-nagyon nehezen tud ezzel bármit is kezdeni. Azért van egy jó hírem is, bizonyára tudják, hogy 2017-ben elkészült a Nemzeti Stratégia, a pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája, kormányhatározat jelent meg, és az OECD INFE ajánlásainak megfelelően kidolgozásra került, és most már a cselekvési terv is olvasható a kormány.hu honlapon. Ebből csak néhány gondolat, ami nagyon fontos számunkra. Hát a fő cél a lakosság pénzügyi tudatosságának jelentős javítása, és mindjárt a 7 részcél közül mindjárt a legelső a köznevelés rendszerén belüli valós pénzügyi edukáció lehetőségeinek megteremtése, erősítése és általánossá tétele. Nagyon-nagyon jó hír azonban. A következő gondolat az, hogy a pénzügyi ismeretek kötelező tartalomként való oktatása a 7.-10. évfolyamok során a NAP fejlesztéssel összhangban valósul meg kötelező tartalomként. Hát ez már nem annyira jó hír, mert bizonyára pedagógusok olvasták a NAT eddig, az új NAT eddig megjelent tervezetét. Nem nagyon találunk benne olyan valós, és most határozottan inkább hatékonyságra figyelmet fordító hát részt, ami tényleg megnyugtató lenne számunkra, akik a pénzügyi műveltség fejlesztéséért hát sokat teszünk. Tulajdonképpen a 2012-es NAT is valós képzést írt elő, ám de egy kísérlet volt, ez a kísérlet a történelem tantár keretén belüli 6 órát jelentette 12. évfolyamon. Hát nem gondolom, hogy ez tényleges oktatás lett volna, ez az egyik, a másik pedig, hogy sikerült ambivalens kérdéssé változtatni, mert a történelem tanárok úgy érezték, hogy ez nem az ő feladatuk, és ezért nem is tanították. Tehát most akkor a hatékonyság az hol is van, és vajon, ha most a földrajz keretein belül valósul meg ez az oktatás, akkor pénzügyi műveltség fejlesztése, akkor vajon mennyire lesz hatékony? Nagyon bízunk abban, hogy most tudjuk, hogy átdolgozás alatt van az új NAT, talán a sok figyelemfelhívó javaslat, mi is írtunk, a pénztárverseny is írt javaslatot ezzel kapcsolatban, mi honlapunkon olvasható is, hogy reméljük, hogy ezeket a javaslatokat figyelembe véve azért mégis egy kicsit közelítünk majd a pénzügyi műveltség hatékony középiskolai oktatásához. Szentgyörgyi Albert ismert idézete kiinduló pontja lehetne a pénzügyi műveltség fejlesztésének. Ugyanis, ahogy a kutatásokból is kiderül, amikor pénzügyi gazdasági oktatásról gondolkodunk, szem előtt kell tartani az, hogy nem az ismeretek mennyisége, és még csak nem is a minősége határozza meg a pénzügyi magatartást. Ezért nem a pénzügyi gazdasági ismeretek bővítését látjuk a legfontosabb célnak, persze a pénzügyi gazdasági alapfogalmakon túl, hanem a pénzügyi magatartáshoz kapcsolódó fejlesztést, képesség és készségfejlesztést, a magatartás formálását, a pénzügyekhez kapcsolódó tudatosság erősítését. És itt van a pénztárverseny egy következő eredménye, ami a második online forduló feladatainak feladattípusonkénti, témánkénti átlagát mutatja. Külön vizsgáltuk azokat a kérdéseket minden egyes témában, amelyek tisztán elméleti tudást kértek a diákoktól. És vizsgáltuk azokat a kérdéseket és azok megoldását, amelyek az elméleti kérdések gyakorlatban való hasznosulását mérték. Voltak olyan kérdések, amiket nem tudtunk figyelembe venni, tehát itt ezt a teljesen egymástól elkülöníthető két kérdéscsoportot vettük figyelembe. A végén látható az átlag, a kékkel jelölt rész az az elméleti kérdések, a tisztán elméleti kérdések. És a narancssárgával az pedig a gyakorlatban hasznosítható kérdésekre adott
válasz. Tehát ilyen volt például a NAV kérdéscsoportból, hogy az áfa melyik százalék értéke nincs Magyarországon ma. Tökéletesen tudták a választ, szinte nem is volt hiba. Azonban, amikor azt kérdeztük, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódó adózási kérdések konkrétan hogyan jelennek meg, nagyon-nagyon kevesen tudták. Tehát ez hatalmas különbség, és most egy picit visszautalnék Bot Péter Ákos professzor előadására, aki bemutatta a PISA-nak azt a nagyon fontos kutatási adatát, hogy vajon a mi diákjaink miért szerepelnek egyre rosszabbul és rosszabbul a PISA eredményekben. Tehát a pénzügyi műveltség fejlesztésénél mindenképpen figyelembe kell vennünk, ahogy szerintem az egész oktatás során, hogy elsődlegesen hasznosítható tudást, képességet, készségeket, kompetenciát kell fejlesztenünk, és nem az ismeretek mennyiségét kell a gyerek fejébe halmozni. A verseny egy másik kutatás, nagyon érdekes kutatási eredménye, a gazdasági ismereteket kötelező órában tanuló és iskolai keretek között nem tanuló diákok eredménye. 2015 óta néztük ezeket az adatokat, és azt látjuk, hogy a vizsgált 4 évben gyakorlatilag nincs különbség a gazdasági ismereteket kötelező órában tanuló és iskolai keretek között nem tanuló diákok között, vagy ha van is picike különbség, szinte elenyésző. Szóval éppen 0,6 és 2,4 százalékpont között mozog az eltérés a két csoport között. Más pénzügyi műveltségi vizsgálatok is hasonló eredményt hoztak. A Szegedi Egyetem kutatócsoportja teljesen hasonló eredményt, ők 3,6-3,9 százalékpontos eltérést tapasztaltak, illetve ugyanígy a felsőoktatásban végzett vizsgálat szintén hasonló eredményt mutatott. Hát, hogy akkor valójában kötelező órában kell-e bevezetni, vagy sem? Szerencsére, ahogy hallottuk, szakgimnáziumokat, tudjuk is, szakgimnáziumokban bevezették a legalább egy órában kötelező oktatást. Hát nagyon úgy tűnik a NAT új tervezetéből, hogy erről szó sem lehet gimnáziumban, pedig hát a KSH adatai szerint jelenleg 188 ezer diák tanul gimnáziumban, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy erre a 188 ezer diákra valamiképpen azért figyelemmel hát kerüljön sor az új fejlesztésekre. Mindazonáltal én azt gondolom, hogy azért a kutatók egy része azt mondja, hogy integrált oktatással megvalósítható lehet a pénzügyi műveltség fejlesztése. Lehet, hogy így van, azonban, ha ebben gondolkodunk, akkor nem szabad elfelejteni azt, hogy azok a tantárgyak, amelyek konkrétan tartalmazzák, mert tartalmazzák a pénzügyi műveltség elemeit, ezekben megjelenő tartalmak azért egyezzenek azokkal a tartalmakkal, ami a pénzügyi műveltség konkrét tartalma, és ami nem, hát azt valamiképpen külön mégiscsak biztosítani kellene. Most gimnáziumban azért van egy a szabad órakeret terhére, gazdasági ismeretek, szabadon választható tantárgy, de felsőoktatásban, pedagógus képzésben viszont nincs olyan szakirány, amelyik ezt a tantárgyat taníthat, tehát hogy olyan pedagógusokat képezne, akik ezt a tantárgyat taníthatnák. Egyrészt, másrészt pedig, hát itt azért egy elég súlyos kérdés, mert hogy ebből középszinten, sőt emelt szinten is lehet érettségi vizsgát tenni. És vannak gyerekek, akik jelentkeznek. A témánkénti átlagok 2018-ban a leggyengébb a gazdaságtörténet lett, és szerencsére a legjobb a 68%-os eredmény a vállalkozási ismeretek, ami azért nagyon jó, mert bizony több éven keresztül az utolsó volt a témánkénti átlagok eredményében a vállalkozási ismeretek, úgyhogy ez egy nagyon sikeres és örömteli dolog. Ugyanakkor a gazdaságtörténet ezen szomorú eredménye pedig elgondolkodtató, és mindenképpen, mivel itt egyszerű kérdések voltak, ezek a kérdések főleg képességfejlesztő kérdések voltak, vagy képességfejlesztés, ezt sokszor szövegértésre
irányuló kérdések voltak. Hát ugyanúgy, ahogy például a matematikával is, hát a matematikai megoldások is borzasztó gyengék voltak a versenyben. Ez is szintén egy érdekes adat, hogy mindig a legnehezebb és a leggyengébb eredmény a matematikai feladatok, a kamatszámítás, a kamatos kamatszámítás, nem tudják számolni a gyerekek. Hát, kellene, hogy a gazdaság történetre megfelelően odafigyelve, felismerve, hogy ebben tényleg ott vannak a pénzügyi műveltség fejlesztésének a lehetőségei, hiszen a közgazdaságtan és a történelemtudomány két disziplina meccéspontjában van ez a téma, a gazdaságtörténet. Tehát ezt kellene, hogy a történelem tanárok is elfogadják, és megértsék, és akkor bizonyára előrelépés lehetne ebben a témában. És akkor az utolsó gondolat, ami oktatási lehetőségeink. Hát természetesen a verseny az csak egy picikét tud hozzájárulni a maga eszközeivel, de bizony hozzá tud járulni a pénzügyi műveltség fejlesztéséhez. Ilyen sok gyerek jelentkezik, ilyen sok pedagógus, iskolák ismerik meg, szülők ismerik meg ezt a versenyt. Tehát nyilvánvalóan mi ehhez hozzá tudunk járulni, de azért ez egy nem formális oktatási módszer, ugyanakkor látjuk, hogy mennyire jó a verseny, mennyire szeretik, motiváló, érdekes, izgalmas. A célunk a pénzügyi gazdasági vállalkozási műveltség fejlesztése, a pénzügyi írásolvasás alapjainak megszerzésének elősegítése. Ennek érdekében mi még több figyelmet szeretnénk az első két online fordulóra és az ajánlott irodalomra helyezni. Az első két online fordulóban ugye a legtöbb diákot érjük el, a szakirodalom pedig az ajánlott irodalom alapismeretekre, alapösszefüggésekre helyeződik a hangsúly. Hasznos, alkalmazható, használható, legfrissebb, legkorszerűbb információk érhetőek el. Azt szeretnénk, hogy ez megérthető legyen a diákok számára, és hogy mi tartalmazza a pénzügyi írásolvasás valamennyi alapelemét. Köszönöm szépen a figyelmet!